A sportág teremben űzött változatának bajnokságai lassan elkezdődnek, de még nem ért véget a szabadtéri szezon sem. Az Adidas Streetball sorozat idei 9. tornája Nyíregyházán vasárnap 9 pályán pattogtatták a labdát a háromfős csapatok. A 27 éves múltra visszatekintő rendezvény ezen a nyáron is több száz csapatot és több ezer játékost mozgatott meg. A Streetball sorozat főszervezője szerint a sportág 3-3 elleni változata egyre népszerűbb a kosarasok körében. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a 3-3 játék már egy csapatjáték, és a csapatszellemnek az építése, a sikerélmény, az, hogy valaki bedobja a 3-5-ös gyűrűbe a labdát, az már önmagában egy élmény. Tehát én mindig össze szoktam hasonlítani a futással, ahol tulajdonképpen más jellegű a közösségi élmény, ahol ott sokan futunk, és a tömegérzésed van, itt meg az, hogy hárman vagyunk a pályán, és jobbnak kell lenni a másik háromnál. Én ebbe hiszek, hogy ez a varázsa ennek, és nagy örömünkre körülbelül 10 évvel ezelőtt elindult egy másik irányba is ez a streetball, amikor a 3-3 versenysporttá kezdett alakulni, és reményeim szerint lesz olyan sikere az olimpián, mint a strandröplabdának. Élvezetes, jó játék, tehát ezek a gyerekek előbb-utóbb akár célul is tűzhetik ki maguknak, hogy egy ilyen csapatba szeretnének bekerülni. A nyíregyházi szervezők célja az volt, hogy a tavalyi szerényebb részvétel után idén minél többen legyenek a Kossuth téren is környékén. A tavalyi létszámot nem megdupláztuk, hanem meg is haladtuk, hiszen 60 csapat nevezett a mai streetball bajnokságra, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagyunk, és legfőképp annak örülök, és szeretném megköszönni a Nyíregyházán működő sportszervezeteknek, hogy mindannyian eljöttek, mindenki képviselteti magát, és úgy gondolom, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy szeretik Nyíregyházán a kosárlabdát, és sokan tudunk kijönni egy ilyen rendezvényre. A nyíregyházi tornán győztes csapatok bekerültek az országos döntőbe, amelyet a Magyar Kosárlabdázás napján szombaton Budapesten a Városligetben rendeznek meg.